Pozsgai Zsolt juniorkora óta többszörös nemzetközi bajnok testépítésben. A 2019-es Aréna Kupa nemzetközi testépítő és fitness versenyen abszolút bajnoki címet nyert. Akkor döntött úgy, hogy ezt a sportágat kicsit háttérbe helyezi, és egy másik szerelemre, a fekvenyomásra fókuszál. Erőemelésben is óriási eredményeket ért már el, hiszen 2010 óta nemzetközi versenyeken lett első, a tavaly évben pedig a világbajnokságon a második helyet sikerült megszereznie. Idén azért a Superbody testépítő GP-n elindult és a top 10-be került, most pedig újra fekvenyomó versenyre készül. Nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz, és ilyet többet nem is fogok csinálni a 100%, mert brutálisan más azon a szinten, amin mindkettő sportágat képviselem. Nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt a vonalat, hogy működjön, sőt, szinte lehetetlen. Gyakorlatilag egy testépítő versenyen teljesen, totálisan kizsigereljük magunkat. Ugye ott számít az, hogy mennyire vagy száraz, mennyire vagy szálkás, vízhajtástól elkezdve innen, tehát ott erő nincsen. Tehát baromi jól nézünk ki, nagyon izmosak vagyunk, félelmetesen dagadnak az erek, meg brutálizmos mindenki, de ott azért szédelgés van. Most ezzel az a probléma tényleg az én szintemen, hogy én már olyan volumenben nyomok fekve. Ugye én elit versenyzőnek minősülök már az erőemelő ligánál, hogy ezeket a szintű nyomásokat már nem tudom hozni, úgyhogy közben előtte mondjuk pár hónappal vagy héttel egy testépítő versenyre készültem. Én már annó nagyon-nagyon agyaltam azon, hogy befejezzem ezt a testépítő pályafutást, mert annyira jól megy a fekvenyomás, hogy kár lenne így bedobni az egyiket a másikért, és gyakorlatilag azt a vonalat viszem tovább. Kettelésből indulok most 4 hétre rá egy Superbody GPS képest egy 100 kilós fekvenyomó versenyen, de még így is, hogy kettelésből indulok, abban biztos vagyok, hogy ott egy top 3-at el fog tudni hozni, mint mondjuk egy GP-be, mondjuk azt lehet mondani, hogy Magyarország legerősebb versenyen egy top 10-et tudtam csak elhozni. És nem feltétlenül azért van ez, mert én hibáztam, hanem azért van ez, mert amíg az egyikbe egyre erősödöm, addig a másikba már gyengülök vissza, és ez miatt fekvenyomás marad. Pozsgai Zsolt erőemelő tanítványai közül Cseke Norbert is indul a fekvenyomó országos versenyen, amit Kiskunfélegyházán rendez. Fekvenyomással kb. 5 éve foglalkozok, de körülbelül 20 éve járok edzőterembe. Most Kiskunfélegyházára megyünk, ez egy ilyen liga országos verseny lesz. Most mínusz 90 kilóba fogok indulni, májusban sikerült megnyernem mínusz 82 félbe a kategóriámot. Hát fekve nyomni általában egyszer vagy kétszer nyomok fekve, a többi az mind kiegészítő gyakorlat. Én a badis gyakorlatokat helyezem általában előtérbe, és így készülök a versenyre a Zsoltival. Sipos Milán még nem versenyzett, de nagyon készül első szezonjára. Én 7 éve edzek, így bodybuilding-szerűen. Fekvenyomás igazából 3 éve a Pozsi keze alatt kezdtem el komolyabban foglalkozni. Az idő munkabeosztás véget eddig nem versenyeztem. A következő szezonra szeretnék felkészülni, meglátjuk, hogy sikerül vagy hogy se. Bízom benne, hogy a Pozsi segítségével ez jól fog sikerülni. Megvan a kitűzött cél, folyamatosan közelítünk felé, reményeim vannak. A felkészülésbe a Pozsi segít igazándiból, ennek megvan a pontos étrendje, időbeosztása, mindig szombaton nyomunk fekve igazándiból, csak is a Pozsival, mással ez nem történhet meg, és amit ő mond, igazándiból azt követem mind étrendbe, mind edzésfelosztásba, ő amit mond, azt csinálok. Igazándiból a helyes technikát azt nagyon nehéz elsajátítani, én is annó, amikor elkezdtem, teljesen rosszul csináltam mindent, és például súlyba először 20 kilóval nyomtam fekve, és nehéz volt. Na most azért ennek már közel a 10-szeresét nyomom. Igazándiból ezért is vagyok felsponolva. A helyes technikája az, hogy folyamatosan változtatni kell. Tehát nincs az, hogy mindig ugyanúgy edzünk, mindig van egy adott hónap, amikor azt végigcsináljuk, azt a technikát, és utána változtatunk rajta. És akkor így folyamatosan kap új stimulust az izom, és így fejlődésre van bírva. Én az a munkám, tehát a civil munkám, személyedző vagyok, és a Pozsi tímet én képviselem, ezért 100%-ban tudok rájuk akkor is figyelni, hogyha én versenyzek közben. Vannak egyébként, van bikini modell, van testépítő, mindenféle emberrel foglalkozom. Most per pillanat az erőemelők azok, akikkel a kontraszt úgy nagyon rajtam